S. Igor. Ízlelgetem a nevet. Izgalmas, illik ahhoz a határozott férfihoz, aki éppen azelőtt, hogy becsengetnék, félmeztelenül nyit ajtót. A kaputelefon minden bizonnyal pittyegéssel jelezte neki, hogy valaki belépett a kódjával. Már várhatott. Nocsak a reszkető, kerüljön beljebb. Invitál otthonába az alulöltözött, kidolgozott felsőtestű S. Igor. Nem teheted, nem teheted, nem teheted, skandálja valahol az elmém mélyén egy józan hang. Aztán a vágyba fullad. Elnézést az öltözékemért, azt gondoltam, már nem jön el. Bugja S. Igor, mikor becsukja mögöttem az ajtót. A grafit szürkére festett előszobában fél homály dereng, és fűszeres férfi parfüm illata lebeg. A helység túloldalán nyíló szobából blues zene szűrődik. Ringat a trombita hangja, és ahogy a csípőmbe kapaszkodik a lüktető ritmus, legszívesebben táncra perdülnék. A lakás férfiasan puritán, mégis meglepően otthonosan érzem magam benne. Ne kérjen bocsánatot, S. Igor, fordulok felé, azzal a kacérpillantásommal, melyet a legtöbben végzetesnek titulálnak, majd végigmérem pőre felső testét. Amikor jót teszünk valakivel, nem kérünk bocsánatot. Maga már ivott, állapítja meg egy pillanatnyi döbbent verengéssel töltött fáziskésés után. Nem szeretem, ha egy nő egyedül kezd bele. Kétértelmű, keményen odavetett mondata hallatán egész testemen végigfut a bizsergés. Így képtelen vagyok állni a pofátlanul magabiztos tekintetét. Száfa termete, széles válla, formás mell és kockás hasizma elismerést kelt bennem, ám mikor a köldökétől induló vékony szőrcsík követése csalogatja, majd dudorodó nadrágjához vezeti a tekintetemet, riadtan fordítok hátat. Megijeszt? Vagyis megijedek önmagamtól, hogy mennyire nyers vágyakat hív életre bennem. Önszántamból felkínálkozó préda vagyok, még csodálom is az oroszlánt, amelyik bármelyik pillanatban belém márthatja éles fogát, hogy szafatokra tépjen. És mindezt egy váratlan találkozás tette velem. Vajon ez őrültség vagy sorsszerűség? Vetkőzzön le! Utasít ellenszegül és nem tűrő hangon. Már is, nem gyors ez egy kicsit, nem túl naturális. Bár igaz, vonakodnom felesleges, előbb-utóbb úgyis mesztelenül simulok majd S. Igor karjába. Ahogy elhessegetni sem tudtam a gondolataim közül, ellenállni is képtelen leszek neki. Ő nem az a romantikus, meghódításra törekvő típus. Ő meg akarja kapni a nőt, nyersen, parancsolóan és kizárólagosan. Én pedig szomjazom a tesztoszteromból préselt férfi energiát. Vontatottan ugyan, de lecsúsztatom magamról a kabátomat, és hagyom, hogy a földön landoljon. Aztán lefejtem a vállamról a ruhámpántját, és a lenge anyag szintén az előszoba kövére hull. Én, aki egykoron a férfiak madzagon rángatásában leltem örömömet, most kiszolgáltatottan és lecsupaszítva, fekete csipke fehér neműben állok a szinte idegen S. Igor előtt. Még egy halovány mosolyát sem láttam, mégis tálcán kínálva hagyom, hogy rendelkezzen felettem. Nem vagyok normális. Arra céloztam az imént, hogy a kabátját vegye le. Lép közelebb a férfi, és szorosan a hátamhoz simul. Tudja, hogy mit szoktam tenni a felkínálkozásra hajlamos nőkkel? Azokkal, akik mindennél jobban vágynak arra, hogy szétfeszítsem a combjukat. Puhíthatatlan hangjától szikrapadtam, melytől lángra lobbanok. Azokkal, akiket erősebben lenkörbe az alkohol szaga, mint a drága parfüm illata. Mit? Kérdezem lehúnyt szemmel. Arcpirító válaszra számítok. Hazaküldöm a vőlegényükhöz.
Szuszogja a nyakamba, nyilvánvaló célzásként előző esti kifogásomra, miszerint kapcsolatban élek. Nem könnyítem meg a helyzetét azzal, hogy csak úgy magamévá teszem. Nem elég, ha hagyja magát. Nálam a kölcsönösség a kurszó. Ha nem aktív a játékba, süllyedjen vissza az unalmas életébe. Ekkor megpördülök, és minden eddig bezsebelt, gúnyos megjegyzésétől dühötten arcon csapom. Aztán keményen szájon csókolom. Hát néhányaknak megmosolyogtató lehet, de azzal, hogy az elmúlt 2 évben lemondtam a testiségről, lényegesen tisztábban látom a párkapcsolatok rákfenéit. Különös, hogy gyakran a frontvonaltól visszavonulva kívülállóként ébredünk összefüggésekre. Az önmegtartóztatás hónapjaiban végre megértettem, mi okozta az egykori kudarcaimat. A férfiak általában összetévesztik a dominanciát és az önzőséget. Békjóba kötni, meggyötörni és kifacsarni. Az, hogy ez fizikálisan vagy mentálisan történik, édes mindegy. Ám a végeredménye ugyanaz, a nő engedelmes cselédé alacsonyodik a kapcsolatban. Miközben én soha senkit nem voltam hajlandó szolgálni, nőtársaim hajlamosak a bálványozásra. Olyan valójában nem is létező tulajdonságokkal ruházzák fel a férfit, amiért imádhatják, és melyeken minden aljas tettükre igazolást találhatnak. Domináns férfira van szükségünk, de nem kényúrra. Elhatároztam, ha valaha lesz még férfi az életemben, csírájában elfojtom a hatalmi vágyát. Ez Igort már most túl messzire engedtem, ideje volt hát utára adnom, csak azért, mert hatással van rám, a nagyképű bunkóságnak is van határa. Persze a pofon utáni csókkal azt is jeleztem, hogy fenntartásaim ellenére is borzasztóan kívánom. Hasonló ambivalenciával jár az is, ha vágy a józan ésszel küzd. Illetve mikor valaki azt gondolja, elég átlátni a másik szokásait, hogy háborút nyerjen. Ez a háború most kezdődik. A csókból kiszakadva S. Igor vészjósló tekintettel bámul. Képtelen vagyok eldönteni, hogy felhúzott vállú fújtatását a pofon vagy a csók szította-e. Ami biztos, hogy pillanatokon belül rám veti magát, engem pedig ez dagadó izmait látva különösen bizsergető félelemmel tölt el. Vajon a vérengző vadállatot, vagy az állati szeretőt csaltam elő belőle? És ekkor az államat megragadva a falnak taszít. Sokkal inkább a meglepettségtől sem, mint a fájdalomtól nyögök fel. Ez Igor előreugró állkapocssal, sötét tekintettel bámul, majd fejét ingatva, hüvelykujjával durván megdörzsöli alsó ajkamat. Aztán közelebb lép. Nagyon közel. Ágyéka az enyémhez szorítva adja tudtomra, hogy már is készen áll. Sajnálom, hogy ilyen drasztikus módon kell közölnöm, morogja számba. Ha átlépi ennek a lakásnak a küszöbét, felejtse el a tiltakozást. Amennyiben bármilyen problémája van a kéréseimmel vagy a tetteimmel, menjen el. Sőt, ha bármilyen kontextusban elhagyja a száját a nem, meg kell kérnem, hogy azonnal távozzon. Parancsolgat? Kérdem a szorítása ellenére, és rettenthetetlenül. Egy pillanatnyi szünetet tart, majd halovány megvetéssel a hangjában közli. Megvédem. Ugyan mitől? Mosolygok erőltetett nagyzolással. Póker arca megzavarhatatlan. Nekem is az az érdekem, hogy minél tovább maradjon. De néha velem is elszalad a ló. Alsó ajkába harap, majd némi hümmögést követően homlokát ráncolva folytatja. Szeretem rendhagyó ötletekkel feszegetni a határokat. Ha ebben nem leli örömét, távozzon, mielőtt bármi nemű sérülés szenved. Bár abból ítélve, hogy most is itt van, és még nem kiáltott segítségért, maga sem veti meg a szokatlan helyzeteket. És maga sem mond ellent? Gyorsan ráérzett a dologra, bulint elismerően. Majd lehúzva a sliccén a cipzárt, felvonja a szemöldökét. Ideje belekezdenünk.
csípőmet megragadva pördít meg, úgy szólít a falnak. Fogásában gyengétségnek nyoma sincs, de most nem is kívánok tőle finomkodást. 2 évnyi éhínséggel a hátam mögött csipegetés helyett inkább habzsolni vágyom. Pontosan ezért van az, hogy ez Igor nevetséges szabálya, miszerint tilos neki nemet mondanom. Számomra inkább erotikus hétpróba. Kiállom. Sőt, én nyerek.